A Nemzetközi Valuta Alap újabb 1,3 milliárd dolláros részletével együtt a háború kezdete óta az IMF által Ukrajnának nyújtott támogatás összege 2,7 milliárd dollár, közölte Denis Mihály kormányfő Telegram csatornáján. Hozzátette az IMF újabb támogatását, védelmi képességünk és szociális programjaink támogatására, nyugdíja kifizetésére, valamint gazdaságunk stabilitásának erősítésére fordítjuk. Elmondása szerint február 24-e óta a nemzetközi partnerek mintegy 20 milliárd dollár támogatást nyújtottak Ukrajnának. Ezeknek a pénzösszegeknek köszönhetően finanszírozni tudjuk kiadásainkat, jegyezte meg Denis Mihál.